Szavaztok. Huszkorna fűnyíró indításra invitálnálok benneteket. Ott van az a gép. Saját. Ez a jó öreg LC253. Most szipáltam ki a kamrából. Ugyanis füvet kéne nyírni a nevek előtt, bár nem olyan nagy a fű. Meg már le is szegélyeztem körbe. Előtt csinálom meg ezt a szegényírást, ott van a szegényíró. Szóval ő az, egy régebbi típusú 253S-es Sprint, illetve Bridge Stratton 650EXI, ugye OHV-s motorral szerelt gépezet, ami egy nagyon faszakis gép. Nekem ez a gép már most idén kezdi talán az 5. szezonját. És tudom, ja, 4 szezont már ment, tehát 19-ben vásároltam, most írunk ugye 23-at, ez lesz az 5. szezonja, ja, tavasszal vettem, pont 4 éve. Na, úgy emlékszem, hogy volt benne benzin, igen, van benne üzemanyag, kicsit poros, hát van lesz, jó, hát fél évet állt. Kíváncsi leszek, hogy hogy fog indulni. Kíváncsi leszek. Nagyon. Ugyanis nem volt elindítva egyszer se az egész állás, téli állás alatt. Megvan ennek a helye, hogy össze van csukva, aztán egy tárolom ott benne a polc alatt így, télen. Úgyhogy megnézzük, hogy hogyan indul. Húzásra vagy rugásra. Hát lesz majd szélzaj. Itt nyugat végén ez sajnos állandó. Főleg ebben a bolond hónapban, ez az ostoba időjárás. Szivató nincs, hát van csak teljesen automata. Nem tudom, hogy el fog egyáltalán indulni, és hányadik rántásra, meg hogy mennyire van eltűnődve a fúvó, nem biztos vagyok benne. Kicsit meg
a hát gyermekeim. Ezért kell ilyen fűnyírót venni. Nem kell sajnálni rá a lét, meg mindenféle kínai szart összevesztek, mert hogy arra az is jó. Jó lófasz. Azzal ezt nem csinálod, meg azt tuti. Jó, megmutatom még egyszer. Dasiszt fűnyíró. Itt kezdődik, meg valahol itt is végződik. Ja, és hogy majd szét fog törni az alumínium műanyagház. Még egyszer elmondom, 5. szezonját kezdi a gép. És ment. És kurván szét van törve a ház, igaz? Pedig kapott kavicsot, ma a 3. kés van rajta egy szezon alatt. Dupla falú gyerekek. Na jó. Ennyit erről. Ezzel én be is helyeztem volna. Fűnyíró sikeresen elindult. Ezért kell ilyen gépet venni. Ez meg ennyi lett volna. Szevasztok. Na gyerekek. Mégsem fejezem be a filmet ennyivel, hogy el lett indítva. Na most már végeztem a fűnyírással. Megmutatom, csak itt elől az udvarban vágtam le. Ilyen pazar. Nem tudom, mennyit láttok belőle. A hátsó udvar, a gyümölcs az egyelőre. Még nem csinálok ott semmit, mert még a vakontúrások nincsenek elgereblézve. De térjünk vissza a trágya. Úgy döntöttem, hogy így az első fűnyírás, hogy megvolt. Az idei első fűnyírás, így most már megkapja az első szerviszt is a gép. Én ezt évente általában 2-szer szoktam elvégezni, és ebben a filmben most be is mutatom, hogy mi az, amit egy fűnyírón érdemes, illetve amit otthon magad is igazából meg tudsz csinálni, ha van egy kis szakmai affinitásod, vagy nem kell ugye ahhoz gépészmérnöknek lenni, hogy az ember egy levegőszűrőt, egy gyertyát, hogy az olajat lecserélje. Meg egy-két apróságot még azért megmutatok, ugye most ez a szervizelés, ez abból fog zajlani, igazából átnézem a gépet. Amit ilyenkor általában megcsinálok kötelező szerűen, az a egyértelmű, hogy az olajcsere. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy 4 évente elég, ne dőljetek be, ez egy hatalmas nagy eszeveszett baromság. Ezeknél a gépeknél, amik a talaj felett dolgoznak, ugye, rotációs kapa, fűnyíró, stb. Mit tudom én, gyep, vagy talajlazító, vagy akár mohagereble, tök mindegy. Benzinmotoros kisgépekről beszélünk, amik közvetlenül talaj felett dolgoznak, és a rengeteg port kapnak. Ugye ezekben a motorokban gyerekek siklócsapágy van, tehát nincs benne görgős csapágy, meg ezen a motor nincs is annyira elszeparálva. Tehát a levegőszűrő egyébként az egyik nyitja a titoknak, hogy elindul-e a gépet tavasszal. Az, hogyha sűrűn cseréled, vagy akár sűrűn, inkább úgy mondanám, hogy sűrűn tisztítod, meg évente egyszer minimum lecseréled a szűrőt, akkor kevesebb az esélye a pornak, hogy bekerüljön ugye a karburátornak az úszóházába, vagy akár ilyen helyre, ugye ahol dugulást okozhat, mert valami kell a benzinhez, ami ugye egyveleget alkosson és eldugítsa a fúvókát, meg ilyen dolgokat. A másik ugye az olaj csere, aminek a szükségessége az nem. Egyáltalán nem az olajkenése miatt van. Ezek az olajok, ezek elmennének még nagyon sokat, ugye, mert lehet itt mondani, hogy mert az autóba elég 100 000 km, vagy 10 000, bocsánat, 10 000, 15 000 kilométerenként cserélni az olajat. Hát igen, az autóban ott nagyon komoly szűrőrendszer van, az nem kap port annyit, mint egy fűnyíróban, az meg hát ez egy egész más rendszer, ugye. Mert ugye abban van 4 vagy 5 liter olaj, ebben meg van fél liter olaj. Ugye ott még lehetne sorolni, de ami a lényeg az, röviden és tömören azért kell lecserélni az olajat, legalább egyszer minden szezonban, mert azzal tisztítod a motort bévülről. Tehát ez ilyen egyszerű. Nem azért, mert elmegy a kenése, lófaszt van annak kenése, csak éppen nem biztos, hogy jót tesz annak a motornak, már ha mondjuk tele van a karter, ugye, már olajsárra, ugye, amit a bekerült por, mert bizony bejut a rendszerbe sajnos,
és ugye attól feketedik meg, meg attól tud elszíneződni, és ilyenkor van az, hogy olajcsere szükségeltetik szezononként minimum egyszer. Én ezt általában kétszer szoktam elvégezni egy évben. Egyszer így szezon elején, meg egyszer szezon második fele. Tehát tavaly szeptemberben csináltam egy hasonló szervizt a gépen. Azóta ugye ment végig szeptember, október, talán még november, igen, még november elejével is még akkor nyírtam utoljára. Meg most ez volt az első fűnyírás, tehát azt gondolom, hogy azon a fél liter olajon nem újjon semmi. Nekem sokkal fontosabb a motornak az élettartama. Illetve ilyenkor még illik a gyertyát ugye megnézni, mennyire kokszos, mennyire kormot, mennyire égett ugye maga az elektróda, nem a hézag. Az elektróda is el tud kozmásodni, tehát a sok használattól. Aztán ha olyan, akkor azt is érdemes újra cserélni a fenébe. Tehát az már csak a habatortán. De ami nagyon fontos, az a levegőszűrő, illetve az olaj. Persze még ilyenkor egy késélezést csinálok. Most már le van mosva a gép. Minden fűnyírás után általában alul felül én kimosom vízzel. Nem kell félni a víztől, nem kell félni a víztől, ugye te is azzal mosogodsz, mégse halsz bele, már ha mosogodsz ugye. Illetve a kerék csapágyaknak a zsírzása szokott még ilyenkor zajlani itt nálam legalábbis, mert ez a, amit megpróbálom demonstrálni. Első kerekeknél annyira nem, inkább a, főleg a hajtott fűnyíróknál, ugye? Általában a hátsó kerék hajtása van. Így bizony. Rág az egész mindenség, tehát ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy leveszem a kereket, fújok be egy kis zsírsprét a hajtó kis fogaskerékbe, illetve a kerék csapágyakba is fújok be egy kis kenőanyagot. De elég egyébként a sima motorola is, hogyha azt nyomasz bele. Ez a lényeg, hogy a porvédő meg ilyen dolgok legyenek visszalagni. Természetesen nem véd 100%-ba, de az élettartamot drasztikusan meghosszabbítja. Na, úgyhogy ennyi lent volna. Ezeket a dolgokat, amiket most fogok csinálni, így elsoroltam. Aztán most fel is vesszük ezt kamerára, hogy ez hogyan is működik. Aztán, ja és még egy nagyon fontos momentum, amire nem tértem ki. Olajcsere. Ugye ezeknél a gépeknél általában már nincs leeresztő csavar, ezeknél a motoroknál sajnos. Elvileg az lenne az opció, hogy kiszivattyúzzuk az olajat. Tehát elvileg lehet kapni hozzá ilyen pumpa, baszom-faszom szart. Ugye most jártam ott, még langyos, most érdemes, és látod. Tavaly szeptember cseréltem, szeptemberbe, és gyerekek, egy merő ratyi. Tehát ez, így ne tévesszem meg senki, azt mondanád, hogy jaj, nem olyan csúnya ez, még elmegy, nem szabad megvárni, mikor koromfagetel lesz, majd ki lesz öntve akkor, és látni fogjátok, hogy milyen. Na mindegy, amire ki akarok térni, gyorsan, mert még mielőtt ugye kihűlik, még meleg a blokk. Ugye fel kell veretni a karterból a lerakódott port, illetve a olajsarat, úgy azért kell meg meleg motornál olajat cserélni, ezt ugye minden hülye tudja. Na, amit még ezzel kapcsolatban meg akarok osztani veletek, az az, hogy hogyan cseréld le az olajat, ha nincs leeresztő csavarod meg pumpát se. Kurva egyszerű a dolog, letekered a benzinsapkát, alá teszel egy nylont, visszatekered, ne tudjon folyni a benzin kifele, felteszed egy emelvényre a gépet, lehetőleg olyan magasságba, hogy el tudja dönteni oldalra, és ki kell belőle önteni az olajat. Ez ilyen egyszerű, tehát nem kell pumpa, megmondom, hogy miért nem kell, azért nem kell pumpa, mert a koszt az aljáról nem tud kiszivattyúzni. Tehát fel kell veretni az olajat és kiönteni bele, nem lesz a motornak semmi baja, nem kell beszarni. A benzin a karbiból ugyan ki fog folyni, de van egy túlfolyója, annak az lefolyik majd a vázon, azt le lehet törögetni, aztán kész. A tanksapkát, a üzemanyag tanksapkát le kell hermetikusan zárni, és már lehet is az olajat kiönteni belőle, mutatom is. Kezdjük! We'll be right back.
vezet trutyi. Tehát 4 évente, igaz? Gyerekek, tavaly szeptemberben lett lecserélve az olaj. Tessék, nézd meg. És ilyen. Tehát még egyszer mondom, nyomatékosan a hosszú élettartama a motornak, annak a titka az ez, hogy ezt a trutyit, ezt öntsétek ki belőle szezononként legalább egyszer, de nem gond, ha inkább kétszer csináljátok meg, hallgassatok rám, nem fogtok szarul járni. Na, folytatjuk a légszűrővel. Na, gyerekek, a 3 legfontosabb dolog az lezajlott. Hát láthatjátok. A vévőrű még ugyan szépnek látszik, de én ezt ma dobom ki. Én ilyen nem, hanem nem szarakodok. De a gyertya az még elmenne ugyan, mert nincs elégve egyáltalán, de jó lesz ez majd valami kínai. Mondjuk egy kínai fűnyíróba, fűnyíró Torx, fűnyíró motorba, ha egy minőségi gyertyát teszek majd, akkor ezt beleteszem. Szépen ledrót kefézem, elteszem, nem dobom ki, de magaméba nem fogom ezt beletenni. De az olajat azt láthattátok, szükségszerű, törvényszerű volt a cseréje. És most jönnek az apróságok. Igazából annyi lesz, hogy a kést leveszem, még azt megélezem, illetve a kerekeket ugye leveszem és adok neki a csapágyaknak, ahogy mondottam, adok nekik egy kis kenő anyagot. Na, hajrá! You are the only one that's true. Now you are.
Na gyerekek, hajtómű megzsírozva, láthattátok, hogy az összes csapágyat, ami volt a kerekekbe, ugye egyenként, kerekenként 2 darab csapágy, ez összvisz 8 darab, 6001-es csapágyról levettem ugye a porvédőt, aztán megtömtem zsírra, és úgy raktam vissza, tehát ez nem feltétlenül szükséges ezt neked is megcsinálni, ez csak egy ilyen, én nekem a, hogyan mondjam, mindenre figyelek dolog, tehát érdemes ezt is megcsinálni rajta, ha ugye ha, nyilván ha azt szeretnéd, hogy hosszú élettartamú legyen a legapróbb részletekre, érdemes odafigyelni, pontosan ezért hívjuk ezt alapos karbantartásnak. Ugye most így már neki merek vele indulni a szezonnak. Hát elvileg minden készen van, aminek meg kellett, hogy történjen, az megtörtént, ugye meg volt az olajleeresztésünk. A karburátort nem kellett kitakarítani, hiszen gyönyörűen jár a motor, tehát nincs eldugulva egyáltalán. Kapott egy új légszűrőt, akkor kapott egy új gyertyát, meg lett élezve a kés, illetve a hajtás fogaskerekeket meg zsírspréztem, és a kerék csapágyakat pedig bezsíroztam utólag. Duplán, illetve még rá, ilyet még nem csináltam ennél, ugye 4 éves a gép, mint mondottam, 4 év alatt a kerekeit még nem zsíroztam meg ennyire, csak beszoktam fújkodni a csapányokat, de megzsírozni még nem, tehát ilyen mélyen, hogy a porvédőt most leveszem, aztán visszateszem, oké, megvan bontva a porvédő, majd mondják az okosok, hogy annak már annyi, hát inkább legyen egy kis 10 mm-nyi sérülés azon a porvédőn, de legyen alatta bőven zsír, mint hogy ne legyen sérülés, de porba menjen a csapágy, én meg ezt vallom, aztán majd ha eljön az ideje, akkor nyilván legközelebb már nem fogok csapágyat zsírozgatni utólag, hanem meg fogom azt lecserélem, és 8 darab 6001-es csapágy, amolyan nagy tétel, mit tudom én, 10-15 ezer forint, és kész. De ugye ezek mindegyik tökéletesek, még a csapágyok csak már majdnem szárazak voltak. Na, még annyi, hogy feltöltjük olajjal a gépet, aztán ez a film ez ennyi lett volna. Azt még demonstrálom nektek, hogy hogyan szoktam én ezt műveletet elvégezni. Hát kérlek szépen, ugye meg a örök nagy kérdés, hogy milyen olajat használjak. Gyerekek, én szeretem a Mannó dolgokat, kenőanyagokat. Nagyon meg vagyok velük elégedve. Írok egy kis villanyt. Én ezeket a kenőanyagokat használom már nem is tudom hány éve, több éve, és nagyon meg vagyok elégedve, semmiféle probléma nem volt még velük. Itt egy a lényeg, tehát főleg, hogyha ugye szezononként egyszer vagy akár kétszer is cseréled, ha ilyenre vetemetsz, az a lényeg, hogy 10-30-as legyen, tehát beleteheted az olcsó olajat is nyugodtan. Ezek a motorok, ezek 2500 meg 3000-es fordulat között pörögnek, tehát ide nem feltétlenül szükséges a hű, de hiper-szuper, meg ilyen-olyan tudású olaj, főleg, hogyha lecseréled, ugye többször, ugye, mert nyilván, ahogy elmondottam, ezzel vigyázol a motorodra, hosszú élettartamú legyen, úgyhogy tökéletesen, teljesen tökéletesen megfelel bármilyen középkategóriás, ilyen 10-30-as motorola. Na, ebből egy ilyen mérőedényem, én ebbe szoktam ezt így kimérni. Ugye 5 deci lenne, hivatalos 5 deci, hát én ezt felszoktam önteni 5,5 decire, aztán akkor ennyi. Inkább egy kicsit több menjen bele, jó, ez is egy buta szokás, pont nem látjátok. Úgy. És akkor, hát ez most beleöntjük akkor aztán ezzel a dologgal, ezzel az olajbetöltés, ja, lezártam a mi a nevét, lezártam az olajbetöltő nyílást, én ezzel a dologgal ezt a fűnyíró szervizelést, ezt le is fogom zárni, tehát ja, megkapja, lehalkítom már ezeket, itt már ilyen zajonganak nagyon, nem tudom, hogy mit buliznak, szóval még visszatérve ilyen dolgokra, megkapja a transzfúziót, megkapta a gép, ugye a vérátömlesztést, és higgyétek el, hogy ez borzasztóan fontos neki. Nem azért, mert
ne kopjon a motor, meg elmegyek enni, és milyen fasság, nem igaz. Azért, mert ezzel a egyetlen egy dologgal tudod fenyírodnak a motorját, főleg ha egy, mondjuk egy drágább, ugye egy márkásabb, drágább fenyíróról van szó. Ezzel az egy dologgal tudod tisztán tartani ugye a bévőről a motort. Hát, ezt kérem, ez így működik. Hát, be ne dőljetek ilyen faszságnak, amit különböző jött-ment top százasnak, magukat top százas szerelőjének valló idióták hangoztatnak, hogy 4 évente kell az olajat lecserélni. 4 évente is lecserélheted, de drasztikusan megrövidül. Tehát drasztikusan megrövidül a fűnyíró motorodnak az élettartama. Tehát így lehet vigyázni egy gépre, hogy tényleg. Itt még érdemes ilyenkor átnézni, mondjuk a berántó zsinón állapotát, nincs-e kiszőrösödve, nincs. Egyel ki van szőrösödve, akkor azt is cserélni illendő. De hát, ugye mivel én nagy területet nyírok, és hál' Isten elég nagy a gépezetnek elég nagy a puttonya, így nem szoktam olyan nagyon sokat indítgatni nyírás közben. Hát talán a legtöbb, amit cserélek kosarat egy fűnyírás alatt, az 6 kosár, tehát ha hátul is nyírok, tehát több biztos, hogy nincs, tehát ennyi. Tehát ugye 6 kosár az 7 elindítás a fűnyírás befejeztével elkezdésétől. Úgyhogy, ha még talán érdemes lenni ugye a központi magasságnak a állító részét át fújogatni, ugye ott a csapoknál, de nem fújogatom át, mert a port oda szívja a zsír. Ugye azért is törögettem le a csapágyakról is a zsírt, hogy a port ne tapassza oda. Úgyhogy ez ennyi lett volna. Gyerekek, 20-kor fűnyíró első indítása, illetve mindjárt az első fűnyírás utáni rögtöni szezonnyitó szervizelés is lezajlott. Még a fémet, hogy befejezzük, hát kivisszük a masinát, aztán elindíjuk, jó? Ha halljátok a hangját, bizony most is elindul. Ha már megcsináltuk, akkor no, mennyire könnyebben gurul, szinte magától megy. Nagyon finoman gurul. Na, minden leraklak benneteket. Úgy, megpróbálom, hogy ne legyen. Na fiúk és lányok, ez a film ez ennyi lett volna, osszátok be, így vasárnapra. Egy rettenetesen fontos dolgot azt mondjuk kifelejtettem, ha már ilyen tutoriáloktató videót csinálok, azért ennél a hajtásos fűnyíróknál térjünk ki arra is, hogy az égszívfeszesség ellenőrzés, ugye itt van egy ilyen kis ablakocska. Elvileg itt tudnám állítani az égszív feszességet, csak én ezt kamerán kívül már ellenőriztem. És teljesen megfelelő, tehát nem lazasz így. Úgyhogy ez most a filmből kimaradt, csak mondom, hogy
hogy ha már, akkor ez is, azt is érdemes figyelni, tehát az égszíj, a hajtás szíj, amennyiben önjárós a fűnyíró, érdemes azt is szerviznél, hát ellenőrizni, igen, kontrollálni az állapotát, a színek, illetve a feszességét, hát hogyha nagyon kopott, akkor ugye értelemszerűen cserélni. Na, ez ennyi lett volna, 253 LC, még mindig megy szakadatlanul. Legyetek tak, rosszak és szavaztak.